A kiskörösi Petőfi Sándor Városi Könyvtár idén is csatlakozott az országos könyvtári napokhoz, mely a szakma legjelentősebb, legtöbb érdeklődőt megmozgató programsorozata. A helyi könyvtárban szeptember 30-a és október 4-e között gyermek és felnőtt programok, könyvajánlók, ingyenes beiratkozás és amnestia várta mindazokat, akik ellátogattak a Petőfi Sándor Városi Könyvtárba. Október 2-án különleges meséléssel készültek a gyermekkönyvtár, mely a Víz, tiszta víz nevet kapta. Mivel az országos könyvtári napok idén a négy elemről szól, föld, víz, levegő és tűz, mi ebből a vizet választottuk ki elsősorban. Vizes mesékkel, illetve nem csak vizes, hanem környezetvédelmi mesékkel is készülünk a gyerekeknek. Papírszínházat mesélünk. Három meséből lehet választani. Az egyik a Bátor kis papagáj, ami az erdőtűzről szól, ez egy indiai népmese. A vízcsepp mese, amikor a víz körforgásáról mesélünk, és van még egy harmadik, a Mire jó a lyukas zacskó, ami igazából környezetvédelmi mese. Ezen mesélésekre a könyvtár dolgozói nem csupán az általános iskolás, hanem az óvodáskorú gyermekeket is várták. A hét folyamán még óvodás csoportok is jönnek mesét hallgatni. Ma iskolások jönnek át. Délelőtt már volt egy iskolás osztály, a BEM iskolában az első C osztály Horváth Géza névezetésével érkezett hozzánk, és ővelük nem csak a mesét mondtuk végig, hanem játszottunk is egy kicsit, beszélgettünk a vízről, és a víz körforgásáról, mire használható, miért kell rá vigyázni, és egy kis játékot is játszottunk. A táblán látható képeket ki kellett választani, hogy melyik az édesvízi és melyik a sósvízi állatok. És ki kellett rakni őket természetesen a megfelelő helyre a táblára. Ritterné Rohoska Zsuzsanna elmondta, a gyerekek számára sokkal egyszerűbb a meséken keresztül történő tanulás. Sokkal jobban kötődnek a meséhez, borzasztóan tetszett nekik a Bátor kis papagáj című mese, ami egy hős papagájról szól, aki a csőrében próbálja oltani az erdőtüzet. Így sokkal egyszerűbb nekik elmagyarázni, mint újra és újra beléjük solykolni, hogy a fogmosásnál zárd el a csapot és hasonlókat. A meséléshez a gyermekkönyvtárosok papírszínházzal is készültek, mely egy kiváló átmenet az élőszavas mesélés, valamint az animációs filmek mesék között. Kevesen tudunk igazán látványosan, hangzatosan és olyan technikával élőszóban mesélni, ahogy igazából ez megkövetelni ez a technika. Ezt külön tanulni kell, tehát itt óvonők is képzik magukat élő szavas mesére. Mi összekötjük egy kicsit a kettőt, és ez a papírszínházas mese azért jó, mert nem mozgó képekről van szó, de mégis van egy illusztráció a meséhez, amihez a gyerek tud kötődni, és közben mi a mese hátulján, a kép hátulján olvassuk, illetve meséljük a mesét neki. Tehát ez ilyen kicsit átmenet az élő szó és a másfajta meseolvasás között. A Petőfi Sándor Városi Könyvtárban számtalan alkalommal vehetnek részt a gyerekek élőszavas olvasásban, melynek az egyik legfontosabb eleme, hogy a gyerekek azonnali reakciót tudnak adni, akár csak azzal is, hogy tátott szájjal hallgatják a mesélőt. Ha valaki azonban lemaradt volna ezen mesés délutánról, ne csüggedjen, hiszen a gyermekkönyvtár október 9-én is várja a gyerekeket élőszavas meséléssel.